Jó reggelt kívánok mindenkinek! Gravesendből. Ez London mellett van, Londontól keletre, Temze mellett, már majdnem a Temze torkolatában. Egy 15 tonnás sanyigéppel dolgozok. Kérem szépen, egy 15 tonnás sanyigéppel. Életben nem dolgoztam még sanyigéppel. Sunny egyébként a becsületes neve, de hát a magyar szlengben ez sanyigép. Kínai, az életben nem dolgoztam. 600 óra van benne, bár jóval leharcoltabbnak tűnik. Mindegy. Ez is egy új gép, amit behúzhatok a listára. Hát nem dolgoztam. Kínai géppel dolgoztam már Liugonggal például, de Sanyi géppel még nem. Érdekes, hogy tolólap van rajta, nagy gép, de tolólap van rajta. Nem szoktak ilyen nagy gépre tolólapot rakni, csak külön megrendelésre, nem általános. Általában 10 tonna alatti gumilánctapos gépeken van tolólap. Nagy gépeken nem szokott lenni. Ezen van. Egy érdekes gép egyébként, nem mondok róla se rosszat, se jót. Egy átlagos gép. Kanál cserélője egy idióta megoldás, 18-szor robot kell rajta nyomni, hogy az ember le tudja cserélni a kanalat. Nem érdekes. Na mindegy, szóval itt vagyok most. Múlt héti Redingi melónakod vége volt, pénteken. De kétnapos meló volt. Ott valaki helyett voltam. Láttam, hogy a gépbe valaki bel van költözve. Na mindegy, itt van egy 3 tonnás sanyigép, ott dolgozik lent, van egy 8 tonnás, ott van a, meg ez a 15 tonnás. Na jó, nem tudjuk, hogy van, mint van. Jó szal, nem mondom, hogy hát messze van 60 km otthontól, ami még egy átlagos, nem is lenne nagyon messze, és a szarútja van ide. Majdnem Londonon végig kell jönnöm, vagy kerülök egy nagyot a nulláson, ami itt van az M25-ös, és akkor már 80 km. Hát meglátom, hogy időben melyik a jobb. Nem tudom. Na jó, hát most izé van, szünet van. Szünet van, most akkor meg reggelizünk. Kérem szépen. Megreggelizünk. Ha megáll a kamera ott. Nem hoztam semmi különleges saját most. Egy szokásos lengyel palacsinta. Túrós palacsinta. Mazsolás túrós palacsinta. A szokásos. A szokásos. Na. Néhány dolgot azért szólnék egyéb dolgokról is, vagy néhány mondatot mondanék egyéb dolgokról is. Kezdjük a politikával. Ugye megmerényelték a Fico miniszterelnököt. Önmagában is ez elég nagy baj. Ami ennél figyelemre méltóbb és hát rosszabb az a magyarországi embereknek, rengeteg embernek a hozzáállása ez a történethez. Hogy tud eljutni egy ember olyan mélységekig, hogy olyan kommenteket nyomjon, hogy remélem Orbán lesz a következő, mert hogy eltévesztették a célpontot, Orbánnak kellett volna lenni. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó, egy normális értékrenddel rendelkező ember nem kívánja másnak a halálát. Mindegy, hogy ki legyen az. Mondnak olyan esetek, ami ezt felülírja, de azok bűncselekmények. Vannak olyan bűncselek, mert az ember ennek az igazságérzete megkívánja, hogy az elkövető halállal bűnhődjön, az egy teljesen más kérdés. De politikusoknál
Ez azért. Szóval milyen élete van az Notre Dame-embernek? Milyen neveltetése volt? Milyen belső világa van, és hogy viszonyul a környezetéhez az az ember, aki mondjuk egy másik embernek a halálát kívánja. Szóval ez valami felfoghatatlan, hogy milyen mélységben tudnak lesüllyedni az emberek. Ugye ez volt valamikor, hogy politikai önkényuralomból embereket gyilkoltak meg. Koncepciós perek, Rajk László, és lehetne sorolni. Vagy azért gyilkoltak meg embereket, mert valaminek születtek. Borzasztó. Most már oda eljutottunk, hogy hát mondjuk Európában nem nagyon van ilyen. Nem mondom, hogy a világon nincsen. Észak-Korea ugye. Az embereket azért ölik meg, mert más gondolnak. Ez van rettenetes. Mindegy. Ez az elgondolkodható, hogy a magyar ember is beáll az ilyen sorba. Na jó, hát ez... Ez zárjuk le ezt a témát. Másik téma. Volt egy vita, a Partizán csinált egy vitát, a Kétfarkú Kutyapárt, a Tisza párt, a Fidesz, a Momentum, a DK és a Mi Hazánk részvételével csinált volna egy ilyen vita műsort, amiben a Magyar Péter és a Dajs Tamás nem vettek részt, sem a Fidesz, sem pedig a Tisza párt részéről. Én viszont végignéztem a három órás, két órás vitát, mert az elemzés utána én végignéztem. Minősíthetetlen volt. A Toroszkai, aki ott volt a Mi Hazánk, én nem nagyon preferálom a Mi Hazánk mozgalmat, a 80%-ával egyetértek, amit mond, és a programjuk 80%, de a 20% az elfogadhatatlan, ami fennmarad. De ez az én bajom. Gyakorlatilag a másik három nőt, vagy Marietta volt a Kutyapárttól, ő ott sem volt. Tehát ott volt fizikailag, jelen volt, de sem beszélni, sem értelmes mondani való nem volt, sem beszédkészsége. Tehát ő nem is tudom, hogy tudta oda delegálni a Kétfarkú Kutyapárt egy ilyen embert, aki megszólalni nem tud. Aki egy értelmes mondatot nem tud elmondani. Tehát ő ott csak úgy jelen volt, de ennyi. A Dobrev Klára az hát a szokásos, mérhetetlen ostoba. Szóval olyan dumát nyomott, ami Európa, csak az Európa, csak Egyesült Európa, Európa Egyesült Államok, Európa, és mindennek le kell feküdni, segét nyalni, és mindent Európa. Borzasztó. Donát Anna, aki a Momentumtól volt ott, ő pedig egy gyakorló elmebeteg. Gyakorló elmebeteg. Hát ilyen embert az utcára sem szabadnak kiengedni. Ilyen ember politikában ez a politikai percemberkéknek a tipikus példája. Bevitték a parlamentbe. Nyilván önállóan nem tud volna bekerülni. Tehát a Összefosás című történetet mindenki ismeri. Összefosták-e magukat, és bevittek mindenféle ilyen 5% alatti pártot, bekerültek. Ő is bekerült, el fog tűnni a süllyesztőben, soha 10 év múlva senki sem fog emlékezni. Gyakorló elmebeteg. A habitusa,
beszédstílusa, arroganciája, erőszakossága, mindezt egyedül a mondani valójának a tartalma múlta felül, ami nettó hazárulás. Nettó. Büszke rá, hogy Magyarország ellen dolgozik. Ennyi. És erre büszke. Jó rendben. Szóval, én tudom, hogy a Fidesz elbaszta. Én tudom, hogy megérdemelni, hogy ezen a választáson most következik, mert bukkanak, mint Rottenbiller. Nyilván maradnak kormányom, mert ez nem parlamenti választás, ami most június 9-én lesz. De egy óriási nagy pofon rájuk fér, nagyon rájuk fér, mert amit csináltak az országgal az utóbbi, mondjuk 3 évben, az egész egyszerűen gazemberség. Ezt mind tudom. De nem véletlenül teszik a kampánynak a hangsúlyát a migrációra, a migráció ellenességre, a háború ellenségre és a gender ellenességre. Vagy LMBTQ ellenségre. Nem véletlenül. Mert más mondani valók nincsen. Más mondani valók nincs. Hiszen nem tudnak más mondani, mással érvelni nem tudnak. Csak ebből a 3 dologgal. A kampányukban nincs is jelen egyébként a gazdaság, a jólét, az életszínvonal. Nincs jelen a kampányukban. Na most baloldal ad meg, hát azon kívül, hogy ki akarja árusítani az országot az Európai Uniónak, ami gyakorlatilag a magyarság megszűnésével járna. Ezen kívül semmi más nem tudok mondani. Ezen kívül semmi más nem tudok mondani. A toroszkai beletapost őket a földbe egyébként. Lemost őket a pályára simán. Az, hogy a Magyar Péter nem jelent meg, vagy a Dajs Tamás, ez őket minősíti. Ez őket minősíti. Szóval én végignéztem, egy biztos, hogy Orbán soha nem fog kiállni vitára. A legutóbbi miniszterelnöki vitán földbe döngölte őt a Gyurcsány. Azt hiszem, hogy 2006-ban volt ide. 2006-os vitán földbe döngölt a Gyurcsány. Orbán szégyenletesen után szerepelt, nem is vállal vitát. Egyetlen olyan interjú volt, amikor ő fölényben volt, az elhíresült Schwabi féle interjú, amire Schwabit ki is rúgták a tévéből, és hát ott a Schwabi az egyszerűen egy röhely volt, amit ott előadott. Schwabi. Látszott, hogy ő nem, tehát politikussal azért nagyon felkészültnek kell lenni politikussal szemben. A Schwabi nem volt felkészült, sőt. Sőt.
Na mindegy. Legalább ez a palacsinta jó. Most lezuhant a legújabb hír, lezuhant az iráni elnöknek a helikopter, aztán a külügyminiszter, mind a ketten meghaltak. Hogy most a rossz időjárás, vagy a rossz időjárást meghekkelték a zsidók, most ne járjuk körbe. Ugye az időjárás fel volt a bérelve valaki által, mert ugye a rossz időjárás miatt zuhant le. Most ez lényegtelen. Egy biztos, hogy a Közel-Keleten forró helyzet. És egyre több az úgynevezett fundamentalista vallási vezetők által irányított állam. Egyre több. A muszlim vallás, a mohamedán vallás, az iszlám, minden nevének nevezzük, brutálisan, erőszakosan terjeszkedik, és most nekiáll az ászló a kereszténységgel szemben. Egész egyszerűen az olajpénzekből olyan mérhetetlen gazdaságra tesznek szert. Nézzük már! Mondjuk 20 évvel, 30 évvel ezelőtt Európában nem volt olyan állam, ami mondjuk iszlám többségű állam lett volna. Most ott van a Balkánon, vagy három ilyen. Ami az iszlám által támogatott állam. Közel-Keleten volt egy nyugati orientáció Afganisztán, ma már tálib, fundamentalista muzulmán állam. Volt egy nyugatos Irán, ahol miniszoknyában járhattak a nők, most egy ilyen lepelbe burkolt fundamentalista iszlám állam. És egyre több ilyen állam van, egyre jobban terjeszkedik az iszlám, erőszakosabban. Már Európában is, Németországban a kalifátust akarják, Londonban sharia brigádok járják az utcákat és molesztálják azokat a nőket, akik szerintük illetlenül vannak felöltözve Londonban. Az iskolákban felszólítják a gyerekeket, hogy disznóhúst ne vigyenek, mert sérti a muzulmán osztálytársaidnak a vallási identitását. Itt tartunk. Itt tartunk. Elviszik azokat az embereket, a rendőrök, akik felszólalnak ez ellen. Nézzük meg ugye ezt a konfliktust Izrael és Palesztina között. Leesett. Beton köpenyt raknak a gyűrűk közé, mindig ez egy angol szokás. Ezt Magyarországon nem csinálják, értelmetlen egyébként, mert ha gyűrűből van, akkor mi a fasznak még köré? Értelmetlen. Teljesen értelmetlen.
ezek köré. Fogalmam sincs. Semmit nem véd az egyébként. Ott van a föld alatt, az a gyűrű a 100 évig, 1000 évig gyűrű. Az 1000 évig gyűrű. Nem mit tudom benne tök, ott a földdel már van támogatva. Nem is értem.
kamarátok.
level, please. Checking level. Zárkot visszatérni, egy aknát kell szedni a végére. Már most próbálom már kialakítani az aknát. Cső már le van rakva. Ilyen lépcsős árkot kell itt szedni, mert hogy benom mondjam, hogy nem rézsüt kell szedni, hanem ilyen lépcsőket kell beszedni a árak oldalába. Na.